Nézzen a gyötrő egy kicsit. Először is ikiket lájkolgatunk. Meg akarsz halni? Jaj, Istenem! Ó, mit te kapsz ezért, te? Őszintén, te ezt nézed ki belőlem, hogy én megengedem, hogy te lőket, hát vakságot fogadtál, megértetted? Vakságot fogadtál, ne nézzél vissza! Jaj, várjál, őket mersz nézegetni. Gyere csak, picánka, ne csak nézegetni. Gyere! Jobbálnak. Ellenük. Jó vagy te! Nincs az ilyen véges, monumentálisos erő, végestelen végig. Nem lehet ilyet csinálni velem? Csak tudja meg amúgy, hogy én voltam. Bolond amúgy, egy, ráadásul meg is érdemeltem, meg is tudja, mit tud csinálni, semmit. De mondjuk, szerintem nem olyan okos, sőt, nagyon naív, meg buta. Utolsó ember lennék, szerintem kire gondol. Nem baj. Jól tettem. Nem értem, mi? Hogy lehetett velem ezt csinálni? Ki lehetett a bűnös? A főn... bűnös... bűnös... Már csak azt nem értem, hogy... Ki lehetett az, aki ilyen monumentál... Aki ilyen monumentálisan...
vészhelyzetbe tett engemet. Reggel hívnom kellett azonnal a fodrászt. Te vágtál hajomba? Nem tudom, mert. Te vágtál hajomba, vagy nem? Nem. Akkor kivágott a hajomba? Honnan tudja, mert itt meg nem is akadja. Korán reggel hívnom kellett a fodrász, hogy vágja le a hajam. És erre most én tehetek, hogy fel kellett hívni a fodrászt, mikor nem én vágtam le? Akkor ki lehetett? Le. Vagy anyu, vagy a gyerekik. Anyu, anyud miért tenne ilyet? Mert behoztak hacsit, és nagyon sokat kell ezt csöpögetnie. De akkor se csinálhat se anyád velem ilyen monumentális konstrukciót. Te voltál. Hogyan? Anyád miért csinálna ilyen veszélyeztetett monumentált nekem? Biztos, hogy ő volt pedig. Lehet a kisfiú volt, nem? Leo. Igen. Hát mondjuk mostanában nem jó viszonyítok van. Amúgy meghagyjad már magadat, hát nem anyud, meg nem a gyerekik alszanak velem. Aj, Erik. Osztó, én kimegyek pisilni, nem tudják gyorsban megcsinálni. De sok idő, nem, mert akkor már láttad volna. Hogy? Hát sok idő edzi. Hát sok kop, sötétség, vagy mit látok? Hát este volt már, én nem is magán állapotban voltam. Monumentális állapot? Magánkívüli? Magánkívüli. Nem tudom, ki lehetett. Lehet, apu. Miért tenne ilyet a fel? Hát hogy. Nem. Nem tudom, akkor Leo vagy anyu, ez a kettő fajta tippem van. Ha te megtetted volna, akkor mi, te miért tetted volna? Mesélj el már, légy szíves. Hát max azért, mert hogy a nőket nézted. Akkor te voltál. Mert? Te voltál. Miért én lettem volna? Ne bekálljál. Te váltál a hajam. Nem én voltam. Ezt még megtesedjük. Tudom, hogy te voltál. Visszakapod ezt még. A járnyom. A járnyom. De unom már, hogy... Léci, menj. Olyan meleg volt ez alatt, hogy lefőttem egyet. Léci, menj be. Léci. Megyek már,
gyere menni. Jézus, oh my god! Ide csinálni nekem, megint moshatok ki felem. Össze akartam hajtogatni, azt nézd meg, össze tudták érteni. Amúgy én anyu, tiszta szívemben utálom Erikket. Utálom Erikket, anyu, utálom Erikket. Úristen, de miért? Nem, utálom, nagyon utálom. De nem szabad kicsi, mi volt? Miért utálod? Hát utálom, megmutam. Úristen. Nekem nem kell, úgy nem szabad ilyeneket mondani. Hát pedig én meghallja, hangos. Hangos. Te valami okot csak van rád utálod. Nem, nincs, megutáltam valami ezt, brutálisan, nagyon megutáltam. Nem, itt valami történt, csak nem mondtad meg. De nagyon utálom. Nem játszok. Valamit viókával kéne kezdeni valamit. Biztos sok fel viókát. Aha, biztosuk fel. De mondd meg, akkor mondd meg, hogy megbántod, bántott téged? Nem bántott, de úgy megutáltam. Nem foglalkozik velem, és sosem nem játszik velem. Na, mit csináljunk vele akkor? Te, találtam ki valamit. Na? Menjél jó, keményen ígyezd meg. Jó, mondod. De jó, keményen ígyezd meg. Na. Ne szarj. Jó. Szeretlek olyan. Kéne nézni. Fú, ilyen tiszta csúnya szakád. De csúnya vagy. Jó van az kicsi. Jó, amit nézünk. Tudom, Erik. Nézzük valami romantikus filmet. Love story. Nem. Fú, Erika, lábad, fú. Nem nézünk. Fú, a szörös lábad, úristen. Több piros a tiltet. Fú, a szörös lábad. Betérdeltem 120 kilóval. Nézzük a Love Story-t. Ez egy film, egy szerelmes film. Nem is láttad? Na, nem biztos, hogy egy. De hány kiló vagy, Erik? Az összes. Erik, de hány kiló vagy? Mind a nőt. Leo, de kérdezik. Jó, akkor tegyél valami filmet. Hogy megy a kamarnába? De hogy te, Erik, miért jössz ki után? Hol van a távidák? Miért utánozol minket? Mindig utánunk jössz. Én már vagyok. Bióka, hozzá valami kérlek. Fúj! De add ide a távolat. Szőrös asod! Fúj! Fúj! Nem látom. Add hát ide, írjam be, Addi! Ez nem az a távirányító. Azt akarnak, írjam be. Milyen jó izéhe. Kényelmes vagy. Á, nem is rugós, amúgy én a keményeket szeretem. Hát az mi jó? Repült egyet, jó, most a Batman volt, láttátok ezt? Jó vagy? Igen. Milka! Kelj fel! Húzlek! Megyünk, megnézem a kisbabát! Nem most! Jó, megyünk! Bióka! Erik, hogy jön aludni? De ke... És még egy különből így... Kelj fel! Még már ott poklatoztál a sorokat! Kelj fel, már ha megyünk a kisbabát megnézzük orvoshoz! Meg akarom nézni a kisbabát! Akkor húzd le és megnézzük! Add ide a kisbabát! Gyere! Gyere! Ah, gyere! Adj ide a has! Gyere! Azt meg észed meg lehúzni róla, amit akarod, tudod, milyen világ van. Gyere! Gyere! Ah!
alszol? Nem látod, most keltem bele egy másodpercese? Nem. Kerélj fel. Meg kell nézni a kisbabát. Hallod? Már nagyon rég van. Van még 3 óra, hosszán kell. Nem baj. Gyere, előléptet, előre vagyunk véve. Kerélj fel! Nem áll! Öltözzék kisbabásan! Kisbabásan öltözött fel? Igen. Kisfiús babásos. Csupa álmos vagyok, elég hagyjam. Ne manipuláljál! Öltözzék fel! Öltözzél, mert nem várhatod. Így! Öltözzél! Kész vagy már? Nem! Hagyjál már! Haladj! Ennyi, nem hát, hogy megverdek. Most mi a több? Na most leszedem, 3 óráig fogunk ezért kilógni, meg 30. Add ide a gyereket! Nézzem meg! Vigyem, mert nézzem meg! Kezdetem, hogy ki nem repülsz az ajtón. Aj! Gyere már, menjünk már! Hozzám miért én mondtam, hogy ne érj hozzám, addig, hogy kész nem vagyok. Ja. Még plusz egy óra hoztam. Nagyon gyors a víz, álljál le! Alig várom már. Elég lassítsál, mert én kiszállom a kocsiból. Hogy? Hát megyek, lezártam. De lassítsál már ember, mennyi 30-an, hova sincs? Ilyen 30-an rakott területen kívül. Nem baj, de menjen, ez 100-an néz. Hát, ez most 30-an? Hát nem. Hát csak lássam már a babát. Ki ugrik elénk egy puszi vagy egy győz? Látni akarom a babát. Minek jöttél akkor? Ó, hát hogyha én nem jövök, hogy látod a babát? Megoldom. Azt akarom látni, hogy a baba eszik. Azt, hogy ideges az ennivaló. De legalább boldog lesz, táncol neked útrahan közben, most jól nem akadod. Fokos legyél, raffinált legyél. Nem fog. De így fog neked. Ideges lesz. És azt akarom, hogy ideges legyen és mozogjon. Ökölbe a kezét. Így. Hát úgy fogja neked csinálni megszületni. Így, így fogja neked így csinálni neked. Az, ami börtönbe tetetted. Börtönbe van a gyermekem. Nem sokáig. Ó, nem sokáig beszűkül neki a hely. Meg kell szülni. Megszüljük együtt. Én nem merem. Menj már innen, te gyere! Aludjál! Ezt magadra kell tetováltassad ezt. Azt a képet? Igen. Ha miért nem már a rendes arcát, amikor megszületik? Ha mindig dugja az arcát, diát. Tudod, láttam el a kögyenc-pögyencet, ott van egy angyolka izének a hasán, neked is olyan lesz a kisbabád. Ott a küldöködnél lesz a kisbabád, azt ott lesz a szája a küldöködnél. Mi van? Tudod, hogy mondok a kögyenc-pögyenc? Igen. Na, aztán a legvégén ez a csávó magára tetováltatta az ízét, azt a csávót. Ja, ah. Most esik le. Úgy lesz a kisbabátok is, ott lesz, hogy my love, meg én is ott leszek. Remélem a lába nem rád fog ütni, de... De mindig azt mondják, most is azt mondták, hogy nagy lesz a lába. Gyerek. 42-es lába születik meg. Jézus, március szombat, hát de inkább a lánynak van
fiúnak is, takarósak is. Hagyjam a 31-es lábbal. Nem baj, nekem az kell. Menni akartam neked a cipőt. És hagyjuk ott itt. Női résztekre küldtek, hogy ott vagyok neked cipőt. Oh. Én is venni akartam neked egy szundát, azt izére küldtek. A óriások főnyén. Jaj, de túlzás! Na, mit mondol a babának? Szerelem. És négy nekem? Kiskutya, meg ficánka. Elfogadom. Milyen szép babát csináltam meg, Isten, most ha én nem vagyok gyerekek. Úristen! Nélkülem mit csináltál volna? Hát nem lettem volna terhes. Nem lenne egy szép kis golyófejű kis papánk. Hát azt nem úgy én. Aha, hát akkora fejed, mint egy... A fejed, a fejed, mint ficánkának. Na, hát kis pici. Ne kis, kis pici. A lábak megint ekkora. Az a takarós. Kis mondja ennyi neki. Az a takarós, hát kis 40, mondj. 46-os lábod van. A senket meg... Az hónap leszel még csak 14. Arra tanítom majd Erik a fiamat, hogy ez és sose. Arra tanítom a fiamat, hogy sose legyen majd szerelmes. Csak engem szeressen örökre. Én leszek a szerelme. Ha nem lesz szerelmes, hát... Kis csipészgyerek lesz. Na? Nőket bolondítsa meg minden. Aj, ne legyen ma olyan, mint az apja, fejezd be. Olyan, mint az apja, hogy nagy terv, azt izét érdepelni. Figyelj, véletlenek van. Véletlen, érdepeltél le? Most hát, remegett a kezed így, mikor rám húztad a gyűrűt. Hát mert fiam, fáj. Soha ne kövesd apádnak a példáját, hogy azt hitte, hogy nem lesz belém soha szerelmes, most meg megvan értem, halva. Fiam, majd beszélünk.